Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég. Egy különleges adás lesz a mai az Abaházi Presszóban, mert általában én szoktam vendégül látni azokat a művészeket, akik megtisztelnek azzal, hogy ellátogatnak hozzám. Most viszont egy nagyon-nagyon régi bakancslistás vendég minket fogad, mégpedig a Belvárosi Színház öltözőjében, a saját öltözőjében. Kern András, üdvözöllek, szia! Én is mindenkit, szervusztok! És ráadásul még attól is különleges ez a nap, hogy amikor mi megbeszéltük, hogy legyen ez a január 28-a péntek este az előadás után, akkor mi még nem tudtuk, vagy legalábbis én nem tudtam, de aztán a héten szembesültem vele, hogy ráadásul ez pont a születésnapod. Én tudtam. Hogy az ember tudja, mikor van a születésnapod. Azt is sejtettem, hogy tudod, hogy ma van a születésnapod, de hogy pont mára vállaltál egy ilyen beszélgetést. Hát ez hogy... mindegy nekem. Nem, nagyon, nem ma ünneplem, vagy majd tegnap ünnepeltük már. De és erre voltam kíváncsi, hogy nem vár téged valahol egy társaság, hogy nekünk most akkor kell nézni az időt, hogy akkor rohannunk kell. Semmiféle társaság nem vár, mert azt olyan meglepetés partikat szoktak szervezni valakik, rokonok, vagy barátok, vagy ezek, de azt hiszem én nekem nem szerveztek. Vagy legalábbis senki nem mondta, hogy menjek el valahova. Aha. De ennek is egy kicsit része lehet az, vagy okának egy része, hogy van ez a borzasztó világjárvány itt, ami hát az ember fél tőle, hogy az Isten benne. Tehát én tulajdonképpen a nagyon társasági életet most egyáltalán nem kívánnék élni. Uh-huh. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy veletek beszélgethetek, aztán hazamegyek, megnézem azt a kabátot, amit tegnap kaptam a feleségemtől, eszem egy kicsit abból a rendkívül jó, csodálatosan összerakott édességből, amit a feleségemtől kaptam, és aztán még elhúzom az időt 2-3-ig, akkor lefekszem, meg borzasztó késői lefekvő vagyok, és késői kelő is, amikor nincs dolgom nappal, és most éppen nincs, folyton játszom, de esténként, és az a nappalok úgy szabadok, és ezt csinálom, és nem vágyom arra, hogy egy baromi nagy társaságban, ahol mindenki megölel, megcsókol, rám köp, szemembe néz, belém törli magát, és nagyon szeretjük egymást, oda most éppen elmenjek, majd elmegyünk, amikor ennek vége van, ha egyáltalán vége lesz. Tehát akkor a születésnap az ugyanolyan nap, mint az összes többi, tehát nem különbözik egy vasárnaptól, egy szerdától, egy bármilyen átlagos péntektől. De abban különbözik, hogy tegnap is reggel 5-kor feküdtem le, és 10-kor már elkezdtek telefonálni az emberek, úgyhogy 10-től 2-ig telefonokat vettem föl, és beszélgettem szeretteimmel, barátaimmal, ismerőseimmel, akik megtiszteltek azzal, hogy fölhívtak engem. Ennyiben különbözött, különben nem. Mm. Én különösen vagyok a nagyon ünneplő. Na igen, pont ezt akartam mondani, hogy valahol ezt nyilatkoztat, hogy számodra magát a születésnapot megünnepelni nem fontos. Ez mióta van így? Tehát mindig is így volt? Vagy azért fiatal színészkorodban jó volt összejönni a társakkal, és egy okot szolgáltatni arra, hogy valamit fogyasszatok? Egyáltalán nem volt a születésnap egy különösebb ok arra, mert minden nap találtunk okot arra, hogy valamit fogyasszunk. Nagyon jókedvűek voltunk, fiatalok, még nagy formában volt a Vix Színház mögött lévő művész étterem, ami most minden nap átalakul valamivé, vagy be van zárva, vagy nem működik, vagy nem tudom, mi van veled, és ez így van most már 10 éve, azt hiszem, mióta a legutolsó ismerős onnan elment, aki még művész néven, most már más neve is van. Szóval ottan az oda mindig azt mondtuk, menjünk be a gazdakörbe, és oda bementünk, és szépen gazdakör. És akkor azért mondom, hogy a lehet, hogy arra már nem emlékszem, hogy a születésnapomon is ott itt szogattunk volna. Néha voltak nálunk bulik, vagy ilyen összejövetelek, amikor sokan összegyűltünk, arra emlékszem, de hát olyan nagyon különösen nem különbözött akkor sem a többi naptól. Nem fogunk végig a születésnapról beszélgetni, csak mivel, hogy pont egy ilyen jeles napon beszélgetünk, ezért kíváncsiskodom, hogy és a kerek évfordulók, azok sem voltak különlegesek, azok sem voltak valahogy mások a többitől? Nem tudom, de egyszer volt egy ilyen meglepetésparti, amikor 50 éves voltam,
Az érdekes, hogy a meglepetéspartit milyen könnyű megszervezni, hogy nem, az ember nem is gondol rá, vagy... Nem sejtettél semmit? Semmit. Ültem a Sándor Palival, a Sándor Paliéknál, a filmrendező barátommal, és azt mondta, én most már annyira éhes vagyok, hogy megveszek, nem megyünk le a remízbe valamit enni? Dehogy nem mondtam, menjünk a fút. 7 óra lementünk a remízbe. Azt mondták, most oda hátra tessék menni, ott vannak a jobb helyek, és oda hátra mentünk, jó, hát akkor majd hátul leszünk a Palikával. Ott bementem egy ilyen függönyön keresztül, és ott ült 80 ember, és az nagyon meglepő volt, és nagyon meglepő. De mondhattam volna nemet is, tehát mondhattad volna az, hogy rendeljünk egy pizzát. Hát akkor igen, valami lett volna akkor is, de nem ezt mondtam, szóval, hogy úgy oda lementünk. Vannak, akik nem szeretik a meglepetéseket, te hogy voltál, vagy hogy vagy ezzel? Mindegy nekem szinte. Nem hiszem, hogy különösebb jelentőséget. Tanúsítanék ezek irány. Elég sok minden irány, de lehet, hogy ez tényleg a korral jár egyébként. Szóval a fiatal koromban talán szerettem. Most egyre inkább azt veszem észre, hogy egy csomó mindent, amit régen érdekelt, vagy szerettem, vagy felkeltette az érdeklődésemet, vagy nagyon jó volt megenni, vagy meginni, vagy megnézni, vagy ezt csinálni, vagy azt csinálni, vagy ide menni, vagy oda menni, vagy utazni, vagy ez egy picit csökken, nem sokat, kicsit csökken az ember érdeklődése, és ez valószínűleg attól van, hogy nem 18 évesek vagyunk, nem is 17, és nem is 23, és nem is 32, hanem pont ez a, hát most mondjuk 74-nek mondjuk ezt, ami most van. A 74-ről neked nem jut eszedbe, hogy egyszer egy humoros jelenetben, egy kabaréban kimondtad, hogy 74 vagyok? Mert nekem egyből beugrik a 74-ről, hogy a címét már nem fogom tudni megmondani. Te mondtad ki, hogy együtt élek az anyámmal, 74. Vagyok én, hát még? Ja. És akkor pont ezt a 74-et mondtad, igen. Nem emlékszem. Látod, erre például nem emlékszem. Innen folytatjuk a beszélgetést. Kern Andrásnál vagyunk vendégségben, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Itt megint szünet, zene, és akkor folytatjuk. Az Abaházi Presszó ma kitelepült, mégpedig a Belvárosi Színház öltözőjében Kern Andrással beszélgetünk, pont a születésnapján, és tényleg a születésnapot rövidesen le fogjuk zárni, de mivel, hogy volt most egy előadás, amin éppen túl vagy, az sem volt valahogy jelentőség teljesebb? A közönség nyilván tudta, hogy neked születésnapod van. Dobálnak még virágot, adnak még ajándékot az előadás végén? Nem, most egyáltalán nem volt ilyen. Egyáltalán nem biztos, hogy az emberek tudják. Miért kell nekik tudni? Honnan tudják? Hát nem kell, de... Ja, ezekről én nem tudom, én nem vagyok komputerező, nem értek hozzá, nem is szerettem, nem is tanultam jól meg, úgyhogy nem tudom. Onnan olvassák talán? Vagy bemondja a rádió, vagy nem tudom. Egyrészt bemondja a rádió. Televízió beszélgetés ilyenkor, de most... Na most akkor mondok valamit, a Retro Rádió Facebook oldalán is megjelent ma egy poszt. Annyira azért gondolom, mégiscsak tudod kezelni a számítógépet, hogy eddig megvan, hogy én miről beszélek. Tehát a poszt igen, meg a... Igen. És, nem tudom egyébként, de tudom mi az. És megszámlálhatatlan aktivitás jött ezzel kapcsolatban, tehát lájkolták az emberek, küldték a szívecskéket, az üzeneteket, hogy Isten éltesse a művész urat, hogy boldog születésnapot kívánnak, berakták a régi fényképeket, jeleneteket, belinkelték, úgyhogy több tízezren. De rosszat nem írtak? Nem sikerült végigolvasnom, de miért írtak volna rosszat? Mit tudom én, az is van, azt mondják, hogy az ilyen kommentekben, vagy nem tudom, csodákban, abban sokszor van rossz is, és hát csak a presszertől tudjuk, nem szerethet mindenki. Így van, de csak nem az ember születésnapján írnak rosszat hát az emberről. Kern András öltözőjében üldögélünk, az a te kérésed volt, mi örömmel tettünk ennek eleget. Egyébként a még a születésnapról annyit szívesen elmondok, hogy maga a Víg Színház is azt mondta, ő köszönteni fog engem a születésnapon, nem tudom, mert nyilván most tanában köszönt, de én itt vagyok és veletek beszélgetek egy másik színházban. És azt mondták, ha akarsz valamit írni valamelyik születésnapodról, akkor szívesen közöljük, vagy közzé tesz, tehát nyilván ez is a gépen van, igen, valami állomáson, vagy Víg Színház honlapján, vagy én nem tudom micsoda. Hát a Víg Színháznak is ugyanúgy van, gondolom, honlapja és Facebook oldala, igen, és Insta oldala, és sorolhatnánk, igen. És akkor mondtam, hogy én nekem nem jut semmi érdekes az eszembe, és ezért nem szeretnék most írni semmit.
Még olyan furának is tűnik nekem egyébként, az ember magát köszöntse föl, vagy hogy értik ezt? Nem tudom, nem, hogy valamelyik születésnapról. És akkor azon gondolkoztam, hogy születésnapról nem olyan nagyon van emlékem, de már hogy ilyen leírható, vagy érdekesség, de aztán elgondolkodtam, hogy évről van-e, és akkor rájöttem, hogy a 17. születésnapomon, amikor január 28-a volt, ugyancsak, mint most, és én 17 éves lettem, akkor egyáltalán nem emlékszem, hogy milyen volt maga a születésnap, de úgy összeraktam magamban, hogy abban az évben voltam először Párizsban például, először külföldön, azt hiszem egyáltalán, és az pont Párizsban volt. Egy unokabátyámnál, aki egy hónapig vendégül látott, és minden nap elmagyarázták nekem, hogy mit csináljak, hova menjek, milyen múzeumban, milyen moziban, mit nézzek meg itt, milyen... És te szófogadó voltál, és mentél, és ezeket megnézted. És az egész Párizst megismertem, úgyhogy olyan 18 éves koromban ellettem volna magamban Párizsban, mert borzasztó jól megismertem az egészet. Hát főleg az, abban az időben, amikor az emberek annyira nem utazhattak, és főleg nem nyugat felé, akkor az egy óriási nagy dolog lehetett. És ugyanabban az évben megnyertem a amatőrfilm, a 16. vagy 15. amatőrfilmfesztivált Budapesten, vagy egy országos amatőrfilmfesztivált, egy kis filmmel, mert filmrendező akartam éppen lenni, és akkor abban az évben voltam igazán szerelmes először, abban a 17. évemben. Akkor játszottam először a Víg Színház színpadán egy közjáték Visiben című darabban, amiben volt egy kamaszfiú szerep, és azt én megkaptam, mert a főiskolások már túl öregek voltak hozzá, a gyerekek meg még túl kicsik, és az pont egy kamasz szerep volt, és akkor ott ültem a Latinovicssal, a Darvassal, a Várkonyval, meg a Petes Sándorral, meg a Tomanekkel, meg a Szakács Miklóssal, meg a Bicskeivel egy színpadon, meg a Darvas, Latinovics, Várkonyi, ezeket mondtam, igen, már nem tudom, most nem tudom felsorolni pontosan. Szóval nagyon érdekes dolgok zajlottak abban az évben, hogy a születésnap milyen volt, arra nem emlékszem. De akkor maradjunk még egy kicsit az ünneplésnél, hogy és akkor mi az, amit ünnepelsz? Tehát van-e olyan, amit mondjuk évről évre megünnepelsz? A feleséged születésnapja, egy évforduló, hát a szilveszter, nem hát tudom. De tehát, hogy... hát azért kicsit mindent ünnepelünk. Hát ünnepeljük a karácsonyt és szilveszter, akkor mindig elmegyünk valahova. Régen a nagy társaságokba mentünk az utóbbi években, kisebb társaságokban, most az utolsó kettőn nem voltunk sehol, mert az a kisebb társaság, ahova jártunk, azok azt mondták, tartsunk most szünetet, megfertőzzük egymást. Szóval ez a Covid azért jó, mindent tönkretett. De a feleségem születésnapját, hát persze, azt azért megünnepeljük. Csak mondom, az, hogy most éppen ünnep van, az lehet, hogy pont az én szakmámtól, amit szinte minden este azzal jár, hogy egy nagy tapsvihar kitör, és akkor én ott hajlongok, és hálás vagyok, és boldog vagyok, kivéve ha megbukunk, akkor ez nem így van. De ha siker van valamiből, és azért az elég gyakran van, hála Istennek. Gondolom, abból több van, mint a bukásból. Valahogy egy kicsit ünneplésszerű, és akkor amíg ittam, mert azt is abba hagytam, de amíg ittam, addig utána mindig megittam valamit. Tehát mindazok a izék, azok a kis hozzávalók az ünnepléshez, azok megtörténnek én velem, csak nem pont az ünnep napján. De a lelked az ünnepel? Tehát ilyenkor, de te, amikor te felébredtél, és mielőtt még megnézted volna a telefonod, te tudtad, hogy ma nagy nap van? Mert hogy... egy évvel idősebb lettél? Hát azt tudtam, hogy nagy napnak ezt nem tartom, de azt, hogy egy évvel idősebb lettem, azt kifejezetten tudtam. Nevezzük ezt. Hogy viseled egyébként ezt? Mert ha én rád nézek, és ez most nem ilyen udvarlás, meg nem ilyen kötelező dolog, hogy az embernek ezt el kell mondani, de mondjuk az, hogy évek óta nem változol, az egy dolog, de hogy fes vagy, meg fitnek tűnsz, meg... Ja, Istenem, hát nem tudom. Rendben vagy. Igen, bizonyos szempontból igen. Aztán már néha hajlamos vagyok egy kicsit összedülni, de az csak inkább az én hibám, remélem, még nem a testemé, vagy nem is a lelkemé, mert néha olyan kicsit olyan melankolikusabb vagyok, akkor az a lelki dolog. Néha itt, ott a kicsi bajom, de a nagy bajom szerencsére azt hiszem nincsen, és hát ettől mostan jól vagyok. És előadás út, ezt a Márton Andristól lopom, a Márton Andris kollégámmal játszom együtt a Spírónak a Honderű című darabjában, ami tegnap előtt volt.
és ott mindig elmondja azt, amit most mondani akarok, és én mélyen egyetértek vele, rendkívül egyszerű szabály, azt mondja, fél hét körül, 3/4 hét körül rettenetes rossz színésznek lenni. Nincs az embernek kedve, nem akar bemenni, fél, szorong, úgy érzi, hogy el fog romlani valami. De ennyi idő után is? Persze, hát az nem változik a szorongás, sőt, inkább romlik egy kicsit. 18 éves korunkban nem szorongtunk ennyire, vagy 22 éves korunkban, most ez kicsit jön előbbre. Viszont 22 órakor nagyon boldogok vagyunk mi színészek, mert megtörténik az, hogy úgy meghajolunk, hogy vége van egy előadásnak, az emberek kifejezik az örömüket, esetleg még csillogó, kicsit könnytől csillogó szemek is láthatók, ha olyan megható, vagy katarzisos darabról van szó, vagy nagyon jót nevettek, ha egy nagy vígjátékról van szó. És akkor jó színésznek lenni, mert nem kell szorongani már attól, hogy milyen lesz. Mert azért ez tényleg nem múlik el. Ez nem múlik. Azért érdekes ez, mert azt gondolom, hogy ha te minden nap fél hétkor elkezdesz szorongani, akkor előbb-utóbb az már elindul korábban is, hogy mindjárt fél hét lesz, és akkor játszani kell. Akár már reggel is úgy ébredhetsz, de ezt valahogy nehéz volna elképzelnem, hogy te folyamatosan szorongan. Nem, az nincs is. Nincs, hál' Istennek. Az este felé van, de este felé van, és én szerintem mindenkivel való el szokott mesélni a rendező egy történetet, hogy bement a Bulla Elmához valami darabban, amiben ő volt az ügyeletes rendező, és ott látta, hogy az ottan remeg, vagy fél, vagy nem tudom. És azt mondta, hát Elmuska, hát maga 184-szer játsza ezt, hát miért fél? Azt hiszem nincs poénja annak, amit el akarok mondani, csak hogy ő is így volt vele, az körülbelül az a kor, ami akkor lehetett a Bulla Elma, vagy talán még fiatalabb is volt egy kicsit. Mit teszel annak érdekében, hogy ilyen fit legyél? Semmit. Akkor ez mi, ez genetika, vagy szerencse? Vagy? Eddig igen. Aztán majd jön biztosan bőtje, de eddig igen, persze. Nem tudom, sose sportoltam, kicsit tornászom. Tornászom egy 10-12 éve, és mindig jön egy gyógytornásznő, és annak a segítségével tornáztam eddig, de már harmadszor említem ezt a Covid miatt, egyszer csak azt mondtuk, hát most ne jöjjön ide ő, és ő is azt mondta, ő nem is szívesen jön. Hát egyedül is el tudod akkor végezni. Másfél éve, és azóta egyedül csinálom azokat, amiket vele csináltam eddig. Nehezebb, mert az ember nehezebben veszi rá. Akkor ő csöngetett, bejött, és azt mondta, tessék, 42 fölülés, vagy 23 fekvőtámasz, vagy 12-szer hajoljam hátra, vagy, és akkor az ember kicsit könnyebben csinálja, mint egyedül, de azért megpróbálom csinálni. És ez az egészben azért kezdtél bele, mert szükség volt rá, mert mondtad, hogy gyógytornáz. Hát, igen, hogy... hát mert ilyen komáz ember nem tornázhat úgy, mint a... Szegény fiú, aki most halt meg, hát nem olyanokat tornászom én, nem egy gyűrűn, ő Krisztusban lógok, hanem... Pedig el tudlak képzelni. Igen, de én nem. És hát olyan egyszerűbb dolgok ezek, és arra valók, hogy az ember ne romoljon, mindig kérdezem, hogy és mikor lesz már ennek valami látható jele? Hát itt olyan vékony vagyok én, mint egy auschwitzi fogoly, itt mutatom a bicepszedet mutatod, igen. Éppen. Azt mondja, ez jobb, már nem lesz, most azért tornászunk, hogy ne legyen rosszabb. Tessék, tovább! Kern András öltözőjében üldögélünk, az Abaházi Presszó tehát kitelepült, most nem a Retro Rádió stúdiójában rögzítjük a beszélgetést, és azért itt a Belvárosi Színházban, és azért az öltözőben, mert most volt egy előadás. Hernádi Júcival itt a folyosón összefutottunk, vele játszottál. Igen. Amikor mi beléptünk, sajnos a darabot nem néztük meg, tehát mi a végére érkeztünk, csak azt hallottuk, hogy baromi nagy taps volt. Mit játszottatok? Egy valódi hamisítvány című amerikai kétszemélyes darabot, amiről nem tudom pontosan megállapítani, hogy ez igazán vígjátéke, vagy csak olyan vígjátékszerű, hogy ez egy commerce műe, vagy egy művész ilyen kidolgozott könnyebb hangvételű valami, ezek olyan nehéz dolgok, hogy ez micsoda tulajdonképpen. Jó kétszemélyes darab. Manapság azt hiszem ezt úgy mondják commerce darab, és talán vígjátéknak is mondjuk úgy van kiírva, sokat nevetnek is egyébként, de a történet maga az nem olyan nagyon humoros, egy festményről szól, amit egy
vizében, egy lakókocsiban élő, rémes körülmények között iszonyatos rendetlenségben szegényesen élő, nagy dumájú, rossz, csúnya beszédű, szerencsétlen pincérnő őrizget, és kihívja a szakértőt, a legnagyobb New York-i képszakértőt, hogy ez eredeti-e, vagy valami másolat, és akkor erről beszélgetnek másfél órán keresztül, és közben emberileg is úgy összevesznek, meg kicsit végére közelebb kerülnek egymáshoz, de nem összejönni éppen nem jönnek össze. De szép, nagyon ügyesen megírt, jó darab. Mióta játszátok, mióta megy? 3 éve azt hiszem, és már mindjárt 200 felé. Azt sok előzegás volt belőle, nagyon sok. Mert az Orlai produkció azt is csinálja, hogy úgy elviszi máshova. Szóval nem csak mindig itt játszunk, hanem időnként Szegeden, Pécsen, Balatonfüreden, vagy... Örömmel mész, amikor nem a pesti színházak valamelyikében kell szerepelned? Össze-vissza. Néha igen, néha nem. Ha nagyon messzire kell menni, és zolg a hó, akkor egyáltalán nem örömmel. Nem mi vezetünk, hanem egy busszal, kis busszal megyünk, de... Attól az még tud veszélyes lenni, igen. Hát igen, és az nem olyan jó. De ha valami normális helyre, és úgy kicsit ki vagyunk, mondjuk éppen nem játszottunk már 10 napja, akkor az jó. Mikor volt utoljára ilyen, hogy 10 napja nem játszott? Volt, azért volt. Jó, de Covid alatt gondolom. Nyáron, régen úgy volt, hogy olyan volt, mint egy iskolai szünet, hogy a júniusban abba hagyódott a... Az most is úgy van, a X-színház abba hagyja a működését, és ősszel újra kezdi. De hát közben a színészek, amennyire tudom, ilyenkor indulnak vagy el. Vagy filmezünk, vagy televíziózunk, vagy rádiózunk, vagy szinkronizálunk, vagy elmegyünk egy másik színházzal ide-oda, amoda játszani. És olyankor azért van, hogy 10 napig nincs semmi, akkor elmegyek Balaton, Szepezre, és egy kicsit nyaralok. És mindig csak Szepez? Mert én úgy hallottam, hogy te azért szívesen jártál korábban tengerhez is. Igen, ezt nagyon szeretem is. Azzal meg vagyok veszve a tenger hiányától, és oda nagyon szívesen mennék is. De most valahogy nincs nagy merszem. Még nem akkor kell menni. De ez hogy érzed, hogy borzasztó. Ilyenkor az ember csak érez valamit, hogy összejön ez még valaha? Mert hogy én hát sokszor az gondolom életben, azt, hogy... Igen, én azt érzem, hogy össze. Azt gondolom, hogy biztos, hogy nem fogunk ugyanúgy utazgatni, mint ezelőtt 3-4 évvel. Ugyan nem kell utazgatni, mert eddig gyakran utaztunk, most ritkán fogunk utazni. Igen. De legalább utazzunk egy kicsit, az bennem van. És az az érzésem, hogy ez egyszer csak el fog múlni, mert ha nem múlik el, és így velünk marad, az elég rossz lesz. És van olyan tengerpart, amit valamiért jobban kedvelsz a többinél? Én speciál tegnap emlegettem egy Cancún nevű mexikói várost, ahol egyszer voltunk, és az a valami álomszép volt, az valami olyan tengere volt, annyira igazán kék színű tenger volt, és annyira igazán hófehér homok, és olyan csodálatos strandok voltak éppen ott, hogy oda nagyon, ezt tegnap mondtam a feleségemnek, oda menjünk mostanában vissza. Azt mondta, hogy mikor, hát holnap mész játszani a valódi hamisítványt, meg utána valami rádióriportod is van, holnap után ez meg az van, hát mikor menjünk? Hát ma nem tudom, mondtam, nyáron. Nyáron hülyeség Mexikóba menni, télen kell, amikor ott meleg van, itt meg hideg. Na, mondtam, majd kitaláljuk, de Cancúnba visszamennék, az nagyon tetszett. És Európán belül azért van itt egy-két gyönyörű tengerpart. Hát persze, hát úgy, mint a többiek, a horvát tengerpartot ismeri az ember jobban, illetve mi sokszor voltunk Tenerife-n, szerintem 6-szor, 8-szor is. Tán mindig ugyanabban a szállodában, amit Guayarmina Princessnek hívnak, és azt nagyon szerettük, mert ott tényleg, ha januárban megy az ember, egyszer ott is szilvesztereztünk, az kifejezetten, ahogy úgy hirdeti magát, hát én nem vagyok ennek most reklámcsinálója, de el kell mondjam, hogy tényleg örök tavasz. Igen. A Kanári-szigetek. Mindig olyan idő van, mintha itt áprilisban egy jó nap lenne, vagy május elején. És ha már utazás, gondolom, amikor a tengerparton vagy, akkor nem az a program, hogy folyamatosan csak sütteted a hasad. De. Nagyon sokan vagyunk így, hogy... De. Igen? Na igen, én nagyon szerettem. Vagy én például... Szóval lógni szeretek, hogy semmit nem csinálni. Hát, és a helyi ételeket dolgom, megkóstolod? Meg, persze. Azt is. És ha nincs valamilyen feladatom, amit el kell végezni, akkor semmit tevéssel. Azzal nagyon szeretek foglalkozni, mert alapvetően az lehet, hogy nem látszik, mert annyit
szerepeltem én, vagy dolgoztam, vagy olyan sok minden, és olyan öreg vagyok már, hogy tényleg úgy látszik, mintha én egy nagyon aktív fiúcska lennék, pedig baromi lustaság is van bennem. Úgyhogy ha nem kell tanulni egy következő darabra, vagy nem kell készülni, vagy nem kell elolvasni valamit, vagy nem kell írni egy forgatókönyvet, vagy nem kell átírni egy darabot, vagy nem kell dalszövegeket írni, vagy dalokat tanulni, vagy annyi mindent csináltam én, hogy mindig van valami, amire készülni kell. Ilyen, az, amire rá kell pihenni, vagy amit is ki kell pihenni, igen. Úgyhogy akkor, ha nem kell semmit, akkor hajlamos vagyok semmit tenni. Így, hogy fölkelek reggel 11-kor, elmegyünk reggelizni, azt mondjuk, hát mi úgy, hogy nincs reggeli, hát azért legyen még, akkor mindig van még. 11-kor, igen, már nem szeretik a szállodákban igen, a reggelit. Nem szeretik, akkor 10:30-kor valahogy fölkelek, ott délelőtt egy kicsit napozunk még, akkor délután is, mert most már nem lehet azt se, hát semmit nem lehet, hát se inni nem lehet, mert volt gyomorvérzésem, se dohányozni nem lehet, mert volt gyomorvérzésem, se kávét inni nem lehet, mert volt gyomorvérzésem. És napozni se lehet. Napozni se lehet, mert a bőröm tönkre megy, mert időnként leszednek róla valamit, és azt mondják, hát ebből lehetne egy kis rák, inkább ne tessék napra menni. Hát mondom, mit csináljuk a tengernél? Azt mondták, menjen árnyékba. Hát az halál unalmas a tengerpart. Hát jó, de hát azt a Városligetben is megteheti az ember, igen. Szóval ezek nehezebb napok már, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk szerintem visszatérve a műsorunk elejére, hogy ez a születésnap egy kicsit sajnos annak a száma, amit most nem ismételgetünk, az jelzi azt, hogy itt múlik az idő, aha, és az idő múlásával azért nem olyan könnyű az élet, mint ahogy azt ti gyerekek itt elképzelitek. Mi csak abban reménykedünk, hogy egyáltalán megérjük ezt a kort. Kern András öltözőjében üldögélünk a Belvárosi Színházban, és és az előbbit említetted a lustaságot, de ha most fel kellene sorolni, hogy hány színházban játszol és hány darabot egyszerre, akkor kiderülne, hogy azért nem mondtál igazat, mert nem vagy te lusta, csak néha adódik egy-egy percet, amikor leteheted a hátsódat. Akkor van, de akkor jön a lustaság. Persze, hát ha dolgozik az ember, akkor nem lehet lustaság. De te folyamatosan dolgozol, nekem úgy tűnik. Igen. Hány darabban játszol most összesen? Én szerintem 10-be. Na. 10-be, 11-be. És az három színházban, itt, ahol most ülünk, a Belvárosi Színházban, úgynevezett orlai produkcióban, a Játékszínben, és a Pesti Színházban, meg a Vígben, ami mással összefüggő, mert ugye a Pesti Színház a Vígnek a kamaraszínháza, és én a Vígnek a tagja vagyok 51 év. Ezt is olyan furcsa kimondani. Valahogy 1970-ben végezt, 52. lesz ez az év. Csak az a következő év ad, hát te meg akkor születtél. Hát így megy ez. Van még valaki, aki ilyen régóta? Hát biztos, amikor meg én születtem, akkor meg a Páger Antal mondta azt, hogy hát én már itt vagyok 131 éve, és mondhatta. De jó ezt hallani, Páger hangját. Szóval, hogy ismersz bárkit, aki most a Vígben ott van, és ugyanolyan régóta tag, vagy bárki, aki ennyi időt tagként lehúzott? Ismerek, mert velünk csinálnak folyton interjúkat most, mert a Vígszínház most ott 125 éves, mert 1896-ban lett kész, és akkor indult, és annak 125 éve volt tavaly, és akkor úgy kiválasztották a Vígből azt hiszem úgy satszra az öregekbeket, sajnos azok az én vagyok, főleg, meg a Lukács Anyi, meg a Kutvölgyi Erzsi, meg a Halász Jutka, ők például ugyanígy ott vannak azóta, amióta elvégezték a főiskolát. A Halász Jutka még én eltelő már 54. éve van ott, azt hiszem. A Kutvölgyi egy kicsit később jött, a Lukács Anyi meg én nem együtt szerződött, de akkor ő már idősebb volt, vagy hogy volt, ez nem tudom. Szóval körülbelül egyforma mennyiségű időt töltöttünk együtt ott, de nem pontosan. De az, hogy te ott tag vagy, az most sem, és az, amennyire én tudom, korábban sem akadályozott abban, hogy bárhol máshol is játszhass, vagy játsz. Nem, persze. Tehát, hogy az nagyon jó volt, és nagyon szerencsés. Sőt, hát volt olyan időszak, amikor nem is játszottam ám olyan sokat. Az elején például Várkonyi Zoltán volt az én osztályfőnököm, ő volt a Vígszínház igazgatója, és azt mondta, jöjjön ide magát, leszerződtetjük, maga van színházi ember, majd vagy játszani fog, vagy rendezni, vagy majd valami lesz. Most egy kicsit várjon.
azt lehetett volna úgy is érteni, hát azért már okos voltam, nem értettem úgy, de lehetett volna úgy érteni, hogy álljak ott az ajtó előtt, és majd ő mindjárt még mond valamit, de nem mondott semmit, hanem én úgy leültem a társalgóba, aztán másnap is bementem, aztán még egy kicsit ott ültem, aztán csak rájöttem, hogy én 3 éve itt ülök a társalgóba, és semmilyen szerepet nem játszom, se kicsit, se nagyot, sem, mindig csak nézem, hogy a többiek próbálnak, a többiek játszanak. De fizetést kaptál? Igen. Hát valamit talán volt, vagy egy de valami az pici még nem okoz boldogságot, igen, hogyha az ember nem... De volt valami pici szerepem, és aztán szerencsére filmfőszerepet éppen akkor kaptam, és játszottam a televízióban, elkezdtem játszani a rádió kabaréban, akkor indultak ezek a kicsit tekert gondolkodású számaim nekem. Szóval nem voltam anyátlanodva, de éppen a Vígszínházban nem játszottam sem jelentőset, és inkább még talán jelentéktelent sem. És akkor kérdeztem is a Várkonyit, hogy ne menjek én el innen, tanár, azt mondta, nagyon nyomja a zapszem, a seggét, akkor menjen, ha nem, akkor várjon még egy kicsit maga majd középkorában, vagy mostanában majd egy idő múlva már majd elindul majd valami, de igazán, mint olyan középkorú férfi lesz, meglett és befutott színész, várjon egy kicsit, akkor mondtam, és nem rendezhetnék én egy stúdió előadást, mert a dramaturg, asszonya, Radnóti Zsuzsa, az Örkény felesége, ide adott nekem egy angol darabot, ami ide való, de éppen nem rendezi senki, és nem is játsza el senki. De ahogy nem, azt mondta, csinálják egy stúdiószínházat éjszaka a Pestiből, és játsszák el ott. Akkor elkezdtem próbálni, mint rendező. Akkor az jól sikerült, akkor azt mondta Várk, hogy most rendezzen egyet a Vígben, mert én halálosan unom ezt az egész igazgatást, rendezést, és el kell mennem filmezni is. Úgyhogy ezt én rendeztem volna, de rendezze maga, az az Ellen Egbernnek a Keresztül Kasul című vígjátéka. Azt is megrendeztem, az már nem tetszett annyira, mert nem volt olyan... De kinek? Na, neked nem tetszett, vagy neki nekem, nem tetszett? Nekem annyira. Az egy olyan sima vígjáték volt, az előző egy kicsit bonyolultabb, egy beteg gyerekről és annak szüleiről szóló érdekesség volt, azt úgy hívták Tojás Joe halálának egy napja. Az valami volt, ami egy fiatal embert, egy kicsit rendezések. Hát muszáj, hát most az egész életemet elmeséljem az Abaházi Presszóban? Én örömmel hallgatom én is, meg szerintem a hallgatók is. Szóval én rendező is szerettem volna lenni, sőt, eleve rendezőnek készültem, filmrendező akartam lenni, gyerekkoromban először filmezni kezdtem, és eljátszottam 10 éves koromban egy kis filmnek, akkor még voltak ilyen kísérőfilm, úgy hívták, kis játékfilmek, a nagy játékfilmek előtt, tehát ment egy híradó, utána volt a szünet, vagy elő, azt már nem tudom, és ment egy 13 perces film. A moziban. És a moziban, és utána ment a nagy film. És egy ilyen 13 percesnek, vagy éppen ez 13 perces volt, azt hiszem, annak eljátszottam a főszerepét, mint gyerek, és emlékszem a főszereplőséggel, én egyáltalán nem törődtem, mert azon természetes volt nekem, hogy magától értetődően kell viselkedni, és nem kell tanulni ezt, az semmi eljátszani. Az érdekelt engem, hogy mi az a sín, amin tolják azt a kocsit, miért van azon egy fényképezőgépszerű, de mégis egy kicsit eltérő dolog. És ugye elkezdtem megtanulni a filmezést autodidakta módon, érdeklődésből. És akkor játszottam egy másik filmben, és akkor már kicsit tudtam, és amikor már a harmadik filmben valami kis szerepet játszottam, akkor nagyon nagy pofájúan azt mondtam a fővilágosítónak, hogy azt a 2000-est ne döntsük meg, hogy ide rávilágítson a darvas lábára. És azt mondták, menj a picsába, Andriska, hát ne szólj bele mindenbe, mi vagy te? Mondom, filmrendező szeretnék lenni. És az is lettem. És akkor valahogy egy kicsit az is lettem. Jó. Szóval volt itt mindenféle. Kern Andrással beszélgetünk még pedig a saját öltözőjében, most a Belvárosi Színházban. Mindig itt öltözöl? Tehát ez tényleg a saját öltöződ? Vagy? Nem csak az enyém, ha nem én játszom itt, akkor másé. Jó, de amikor te ide jössz, akkor mindig itt öltözöl. Igen, eddig itt volt legalábbis. Szóval a szereplésről, mert mondtad, hogy te már gyerekként ott álltál 10 évesen, és hogy abszolút nem jelentett gondot, hogy ott főszereplő voltál, de aztán említetted jó néhány perccel ezelőtt, hogy amikor először játszottál a Vígszínházban 17 évesen, akkor színész óriások álltak, ültek melletted.
És azt gondolom, hogy minden normális ember ilyenkor, hát finoman szólva, összetolja magát. De ezek szerint akkor neked az is egy ilyen természetes dolog volt, hogy hát igen, most kerülök be a nagyok közé, és majd egyszer én is nagy leszek. Hogy fogadtak téged? Nem, azért nem, akkor már egyszer. Minél inkább eszénél van az ember, annál veszélyesebb ez a dolog. 10 éves koromban valószínűleg azért nem okozott gondot ez, mert akkor nem voltam annyira eszem. Hát ez a hályok kovács. Meséje, hogy az a hájókovácsok milyen bátran mertek szürke hájókat operálni, mert fogalmuk nem volt róla, hogy mit csinálnak, és nem féltek tőle. Aztán, amikor megtanulták, hogy az mi, és szemorvosokká váltak, akkor aztán félni kezdtek. És ez, azt hiszem, hogy így van a színészettel is. Tehát lehet, hogy a közjátékvisiben még nem ben, ott még nem voltam nagyon gátlásos, de azért a főiskola után már egy kicsit igen, mert ott aztán tényleg megtanítják, az nem gátlásossá teszik az embert, csak az alatt a 4 év alatt megtanulod, hogy mi ez, amire itten készülődik. Hát gondolom, akkor a felelősséget az amit hát megtanulsz, vagy elkezded érezni. Igen. De mi azt meg még egy picit később, tehát tulajdonképpen. Az igazi felelősséget én szerintem olyan 25-30 körül kezdi el érezni az ember, és ott van egy kis lúg, hogy 22 és 30 között, amikor már elvégezted a főiskolát, de hajlamos vagy úgy hülyéskedni. Én kaptam legalább 8 fegyelmit a Várkonyi érában, mert mindig valami hülyeséget csináltam, vagy megrögtettem a velem korúakat, a többi főiskolást, vagy együtt megrögtettük azt, akinek nem lett volna szabad röhögni. Mármint, hogy a színpadon, igen. Na igen, a színpadon. Tomának nagyon mérges volt arra, ha röhögnek, és amikor a Blaskót betanítottuk, hogy itt egy nagyot kell nevetned, mert ő beugrott valamibe, ott nem kellett volna nevetnie, csak így állt szembe a Tománekkel, aki azt hitte, hogy ő destruál itt, és azt mondta, a kurva kernő meg a verebes csinálták, ez biztos, és üldözött minket a büféig. De ugyanez a Pásti Lajossal is előfordult, meg itt, ott, ezzel, alatta, mindig voltak. Szóval az ember kicsit felelőtlenebb, és kicsit vagányabb, és kicsit a humoros oldalát nézi annak a furcsa helyzetnek, hogy áll egy olyan színpadon, és ott megy egy színi előadás, ami sokaknak hatalmas élményt okoz, és azt majd később az ember maga is megérti, meg fölfogja. De akkor valahogy, amikor van pici szerepeket játszik az ember, majdnem statisztál, vagy éppen főiskolásként gyakorlaton van, akkor ezt nem veszi még annyira komolyan. Azt, hogy felelőssége van ennek, azt én szerintem 77-ig, 78-ig nem is éreztem. Akkor kezdtem érezni, mikor idejött a Yuri Petrovics Jubimov, aki akkoriban a Taganka Színház főrendezője volt Moszkvában, és a világ legnagyobb rendezői között tartották számon, de tényleg, szóval volt 4 nagy rendező a világon, az egyik angol, a másik amerikai, a harmadik portugál, és a negyedik az orosz Jubimov is az idejött, és akkor megcsináltuk a Bűn és bűnhődést, és én játszottam a Raskolnikovot, a főszerepet, és azt hittem, hogy ez valami Isten és csodálatos Isten áldása lett, mert láttam is előadását a Jubimovnak, és tudtam, hogy milyen eszetlen jól tud rendezni. Mégis egy szörnyű nehéz munka volt, mert egy orosz pasas volt, egész más gondolkodással, egész más politikai látásmóddal, egész másképp látta a világot, a sztálinizmust, a brezsnyevizmust, tudom, nem szabad politikát, majd ezt kívánják. Régiről lehet. Szóval sok minden, régiről lehet. Jó. Ami már szóval elmúlt azzal. Mindenféléről egész más véleménye volt, meg a Dosztojevszkijről is, és ő szerint ez egy politikai plakátszínház kellett, hogy legyen. Hát ez most hosszú, ezt nem tudom az egészet elmagyarázni, de minden esetre egy hatalmas nagy munka volt, sokszor össze is vesztünk, jó nehéz volt, azt hiszem jól sikerült, és a végén értő érdekes előadás lett belőle, de rettentő sok munkával. És aztán, mikor elment, akkor én rájöttem, hogy mi mindent tanultam, és én ez alatt a sok veszekedés, meg más nyelven beszélés, és más színházi gondolkodásmód ránk erőltetése közben mi mindent tanultam, és ez milyen fontos, és az a gyerek ott, az miért hülyéskedik? Azt mondták, főiskolás, hát rögtetti a másikat. És akkor rájöttem, hogy az nem úgy van. Hát nem lehet azt. Ne rögjön, ott mondtam. És attól kezdve elkezdtem úgy viselkedni, mint egy felnőtt színész. És ma találkozol olyan fiatalokkal, akikről eszedbe jut a fiatalkori önmagad? Ja, más szempontból talán igen, ilyen kicsit destrukciónak látszó, vagy az előadást
egy részét legalábbis megkérdőjelező, vagy hülyéskedő, vagy ivós, milyen is volt abban az időben, hogy ittunk valamit, kicsit bevottunk, kicsit ember. De az előadás kicsit előtt, hát, mert az, hogy utána az arról lehet hallani sztorikat. Olyan is volt, bizony olyan is volt, és ezekről nem. Szóval azt akarom mondani, hogy nem látok olyat, mint a fiatal Kern András volt. Én szerintem ez egy komolyabb nemzeti. Ki is ment a divatból például a színházban való ivás, nem is hiszik senki. Nem is nagyon hülyéskednek, a dolgok egy picit komolyabban vannak véve, mint a mi korunkban. Hát lehet, hogy pont... van valami, ami jó, és van valami, ami hát így nosztalgiával meg úgy tűnik, hogy jaj, de kár. Egy kicsit a játékosság, és a baromkodás, és a hülyülés, ami... Hát nem azt mondom, mondjuk a destruálás szintjén már nem tartozik hozzá a színházhoz, de az, hogy játszani, hülyülni, marháskodni, ezt csinálni, azt csinálni, nem pont ugyanúgy, nem pont azt az akót fölvenni, hanem egy másikat, nem pont azt a mondatot ugyanúgy mondani, hanem egy kicsit másképp, hogy az a másikat. Csillog a szemed, hogy ezt most mondod. Ez létezett, és ezt sajnálom, hogy ez nincs, de nem. De és már te sem vagy ilyen? Tehát, hogy soha nem is jut eszedbe, hogy most mégis milyen jó lenne? De akkor inkább befogom a számot. De eszembe jut. Hű, de jó lenne most erre azt mondani, de nem mondom. Nem mondom, mert érzem, hogy rajtam van egy felelősség, általában én most főszerepeket játszom, és azt mondom, miért tegyem én tönkre a saját előadásomat azzal, hogy valamit itt... Tönkre tennéd vele? Hát egy pár percre talán igen, egy-két percre, ha többre nem, de ha valaki azt éppen észrevenné, és azt mondaná, jé, ez milyen hülyeségeket csinál, ez miért, megzavarodott ez, vagy valamit talán észrevennének belőle. Hát ha nagyon jól csinálnám, akkor talán nem, de mostanában nem próbálgattam ezt. Kern András öltözőjében ülünk a Belvárosi Színházban, de azt most elmondom a hallgatóknak, hogy minket viszont a játékszín delegált ide, tehát hogy rajta keresztül sikerült elérnünk egyáltalán a lehetőséget, hogy veled beszélgessünk, mert hogy ott is készültök a Vár tanúja című darabra. Nem készülünk, már az előadásra. Igen, az előadásra, igen. Bemutatni már, Igen, szóval igen. Az is megy már egy másfél éve szerintem, csak annak is a keresztbe a közepén jött a Covid roham. Úgy látszik, ez semmilyen kis beszélgetési darabból nem maradhat ki. Sajnos és akkor emlékszem, hogy egy januári napon bemutattuk, és azt hiszem február közepén már bezártak a színházat. És azóta nem is játszottál? De azóta kinyitott az egész dolog, és újra játszunk, de az elején volt egy hosszú szünet, igen, és akkor ez olyan volt, mintha előről kezdenénk, amikor újra. Hát ez olyan 4-5 hónap volt, amikor nem játszottunk, vagy 3-4 hónap, az sok ám, akkor egy új, be nem járatott, igazán közönség előtt ki nem próbált, hanem épp csak bemutatott darabból, az nagyon sok. Olyan, mintha előről kellene kezdeni? Igen, egy kicsit igen. Azt lehet róla tudni, hogy imádod a krimiket olvasni, és hát ez is egy Agatha Christie darab. Igen. Ilyenkor ez többet ad neked, hogy eleve egy kedvenc műfajodban szerepelhetsz? Ez nem ad többet, az ad többet, hogy ez egy nagyon jó szerep. Nagyon jó szerep. Ezt láttam én filmen természetesen, amerikai filmen, 1955-ben készült, azt hiszem, és akkor is úgy néztem az egész filmet természetesen, de inkább ezt a szerepet, és azt néztem, de jó lenne ezt egyszer eljátszani. Nem, talán akkor nem. Hát én igaz, hogy 55-ben készült, de ide talán 58-ban került, gondoltam. Ha voltam 10 éves, nem hiszem, hogy én erre gondoltam. Na, inkább később. Hát igen, lett ennek aztán egy felújítása. Ez egy jó szerep. Később a 80-as években is felújították. Szóval valamikor egyszer az jutott eszembe, hogy ezt speciál jó lenne eljátszani, és mostan megjátszom, és azt így nagyon szeretem. De az, hogy krímie vagy nem, azok nem. Érdekes módon az emberek nagyon mást képzelnek ám a színészekről. Furcsa módon, pedig mennyit nyilatkozunk mi, és mennyit beszélünk róla, és mennyi tudtok már, aki éppen nem színész. Na, de akkor mi az, amiben tévedésben vagyunk? Az, hogy mindenfélében mást gondol. Például te azt hiszed, hogy egy darabnak a műfaja az számít valamit. Az semmit nem számít. Hát és a közönség szempontjából sem? A közönség szempontjából dehogy nem. Nem, mi nem közönség vagyunk, mi vagyunk azok, akik játszunk. Igen. Ott vagyunk. Hát jó, de... Nem lenn. De ha te szeret
szereted a krimiket, akkor gondolom egy kicsit azért nagyobb örömmel vállalod el, amikor azt mondják. Miért egy másik darabot, ami nem kell? Igen, hát itt a téved. Aha. Nem, az egyáltalán nem úgy van. Úgy van, az én nagyon közhelyszerűnek és marhaságnak fog hangzani, de mégis kénytelen vagyok ezt mondani. Úgy van az, hogy a jó darabokat az ember szereti, a rossz darabokat meg nem szereti. És mindegy is, hogy mi a műfaj. Teljesen mindegy. Hogy az vígjáték, vagy zenés, de az vagy operett, vagy rossz lesz vagy egy dráma, vagy azt érzi az ember valahogy, azt érzi attól, hogy az meg van írva. Hát amikor mi hozzánk kerül egy darab, egy színészhez eljut, akkor már van egy rendező, aki meg akarja rendezni azt a darabot, amit valaki megírt. Emberek például szokták azt kérdezni, most például te azt kérdezted, hogy egy műfajtól, attól, hogy krimi, és én valóban szerettem a krimiket olvasni is, meg nézni is, amerikai filmeket azért úgy válogatom éjjel ott a televízióban, vagy most már van Netflix-e az embernek, hogy onnan ki lehet venni. Ugye, ami egy kicsit olyan krimis, azt inkább nézem, mint ami nem krimis. De érdekes módon játszani, az teljesen mindegy. Én szerintem mindegy, hogy valami krímje, vagy operett, vagy vígjáték, vagy középkori dráma, vagy 2000 évvel ezelőtt játszódó görög dráma, vagy 1000 évvel ezelőtt, vagy 1500, nem tudom mikor játszódnak a görög drámák, Krisztus előtt 500-ban, nem tudom mikor. Ezek teljesen mindegyek. Az a lényeg, hogy nekünk színészeknek azon az estén, mikor játszunk valamit, akkor valamilyen hatást kell gyakorolnunk azokra, akik meg ott ülnek és nézik. Vagy meg kell őket ríkatni egy idő után, vagy nagyon nevettetni, vagy elgondolkodtatni, vagy ráébreszteni, hogy ezek ők, vagy tükröt tartani nekik, mint egy a természetnek, ahogy a Shakespeare mondja a Hamletben, és sok-sok oka lehet egy darab előadásának, de az, hogy milyen műfajban van, az szerintem teljesen mindegy. Aztán most ezt te nem kérdezted ugyan, de szívesen elmondom azt is, hogy azt szokták kérdezni az emberek, hogy mire gondol az ember, amikor játszik valamit, vagy valamilyen nagy drámai pillanat. Nem zavar engem az, hogy egy auschwitzi menekültet játszom, és hát, hogy miket csináltak a zsidókkal, hát, hogy hát ez zsidó létedre, hát mégis, hát hogy tudod azt te ott eljátszani? És muszáj azt mondani rá, hogy az ember egyáltalán nem gondolkodik azon, hogy ő zsidó-e, vagy nem zsidó, a szerep zsidó-e, vagy nem zsidó. Azon gondolkozik, hogy azt a rendezést, ami meg van beszélve, hogy én innen oda megyek, ott visszafordulok és rádordítok, hogy ott te kimész, hogy ott ő bejön, hogy elkezdődik egy új jelenet, hogy ki kell menni és átöltözni. Ugye ezeket a technikai dolgokat, amiket megcsináltunk, ezeket jól, színvonalasan és a nézőkre ható módon végrehajtsd, és akkor a darab majd, amiről réges-régen beszéltünk, még a próbák elején, akkor az tényleg fog hatni. De azon a napon az ember nem arra gondol, hogy Jézuson szegény zsidókkal mit tettek, hanem hogy jól megyek-e én oda ahhoz a szekrényhez, és jól veszem-e ki a katonaruhámat abból, és jól öltözöm-e föl bele a nézők szeme láttára, és így csinálnak-e a nézők, hogy ez milyen gonosz, vagy na látod, ölveszi, hát ez egy jó ember, vagy mire gondolhat ő? Ezekre gondol az ember, vagy ezekkel foglalkozik, nem is a darabnak a borzasztóságával, vagy miével, vagy ahogy a Gábor Miklós mondta, ezt merem mondani, mert valaki mondta, hogy ő ezt nyilatkozta, vagy én olvastam tőle egy könyvben, azt kérdezték, hogy a lenni vagy nem lenni monológ közben mire gondol a Hamletben, és azt mondta, arra, hogy vette a Vas Éva elég sört. Tehát, hogyha hazamegy, akkor lesz-e elég sör. És ez olyan profánul hangzik, meg nehéz is mondani, mert nem él, nem tudja megcáfolni, se ő, se a Vas Éva, de így hallottam én, és így szívesen tovább is adom, mert el tudom képzelni, hogy tényleg arra gondolt. A Hamletet játszotta, nem tudom, 400-szor, és amikor 314-szer mondta azt a monológot, akkor egyáltalán nem azzal foglalkozott, hogy a Shakespeare azzal a monológgal mit akar kifejezni, hanem szépen elmondta úgy, ahogy megszokta, hogy ő azt elmondja az előző 345 előadáson, mert tudta, hogy az úgy jó lesz, és közben gondolhatott
akármire. Az teljesen mindegy. Csak jól játszom. Kern Andrással beszélgetünk még pedig a saját öltözőjében. A Vád tanújával kapcsolatban én azt gondolom, hogy nem csak te láttad a filmet, ahogy ezt említetted, hanem nagyon sokan, sőt, valószínűleg már a darabot is. Tehát tudjuk, hogy mi a végkifejlet. Tudjuk, hogy mi a csattanó a végén. Tudjuk, hogy ha ez egy krimi, akkor ki a gyilkos, hogy gyilkos-e, hogy megtörtént-e. Nem biztos, hogy tudjuk. De aki már látta, aki ismeri a sztorit, olvasta. Igen, az elképzelhető, de nem olyan sokan vannak. Én azt nézem, hogy nekem az az érzése, nem beszél az ember persze a nézőkkel, vagy csak nagyon ritkán, ha valamilyen eset van, vagy valami ismerős nézi, vagy a rokonom, vagy valaki fölhív telefonon, és azt mondja, látta. De az az érzésem nekem, hogy nem olyan sokan látták, vagy ha látták is, nem emlékeznek pontosan a történetre, tehát meglepődnek bizonyos nagy fordulatokon. Te azt akarod kérdezni, hogy ha meg tudják, akkor mi izgulnak? Nem, arra vagyok kíváncsi, hogy változtattok-e, lehet-e változtatni azért, hogy ez most tudom, más legyen, izgalmasabb legyen annak is, aki már látta. Nem. A történeten változtatunk-e? Nem. Nem, az olyan bravúrosan meg van írva, hogy nincs érteni. Nem vagyunk ahhoz elég tehetségesek. Sajnos az Agatha Christie tehetségesebb krimi írásban, mint akár én, akár a Szerednyei Béla, akár a Lévai Viki, akár a Gyerekes Pubi, akár a Simon Kornél, aki rendezte. Ezeknél mind tehetségesebb, és az remekül van megírva, úgyhogy azon nem lehet csak úgy változtatni. Improvizálni se nagyon lehet benne, mert akkor fölborul annak az a pontos szerkezete, ami el kell, hogy vezessen oda, ahova elvezet. Én nekem az az érzésem, hogy nagyon sokan, akik nézik, azok meglepődnek bizonyos fordulatokon. Tehát vagy elfelejtették, vagy nem látták, vagy egy újszülöttnek minden vicc új. A visszajelzésről, és aztán tényleg itt a vége, az utolsó, számít-e bárkinek a visszajelzése? Mert gondolom minden előadás végén van taps, és akkor a színész örül. De biztos van egy olyan kollega, egy barát, vagy akár a feleséged, rokon, akinek a visszajelzése, a kritikája fontosabb, mint az összes többi emberé. Van-e ilyen? Van, hát nincs egy konkrét, nem mindig ugyanaz van. Hát ez alatt az 50, valahány év alatt. Ez jó, sok volt ilyen, de volt, és nagyon valóban nagyon fontos. Tehát az ember vágyik arra, hogy mondják azt neki, de jó voltál ma, na ez igen, ez neked való. És nem on nagyon vágyik arra, hogy mondják azt, hogy hát ezen mit esznek a többiek, mi nem érted. Szerintünk ez egy hülyeség volt, mert ilyen is előfordul. Azt az ember úgy elviseli, és ha van benne valami igazság, ami nagy ritkán azért előfordul, akkor megpróbál elgondolkodni rajta. Még az is előfordult, hogy valami kritikus írt egy rossz kritikát, és az ember talált benne egy pontot, és azt mondta, tényleg én miért vagyok ott zokniban, mikor nem kéne zokniban lennem, írta valamelyik ellenségem éppen, és akkor attól kezdve nem is voltam zokniban, mert a fürdőszobából jövök. Hát miért vettem volna ott föl egy zoknit? De ennél komolyabb is van, szóval van olyan, hogy azt mondják, hogy hát ez bizony nem hozta ki a darabból azt, ami benne van, vagy benne lehetne, és akkor elgondolkodunk, hogy miért nem hozta ki. Általában azt mondjuk, hogy a rendező hülye, nem tudta rendesen megrendelni. A kollégáink hülyék, nem tudják rendesen eljátszani. Legvégén fölmerül az, hogy én csinálok valami hibát, esetleg én nem vagyok elég jó ehhez. Én vagyok a minden bajnak okozója? És aztán, ha az ember azt mondja, hogy igen, akkor baj van, akkor el kell gondolkodni rajta, és valamit változtatni, valamit másképp csinálni, vagy egy legközelebbi darabban majd valamit másképp, ha már ezt nem tudom rendbe hozni. De van, szóval ilyen is van, igen. Fontos a visszajelzés. Az de azért tudod én magadról, hogy jó vagy-e, tehát egy adott este jól játszottál-e, vagy sem? Az sem mindig pontosan. Azt se ér. Ezzel kapcsolatban van még egy Laurence Olivier anekdóta, amit szívesen elmesélek. A Laurence Olivier volt a 50-es, 60-as évek legnagyobb angol színésze. Színházban főleg, de néhány filmben is. A Hamletjét például saját maga megfilme, azt hiszem ő rendezte is a film változatát. Szóval mondjuk az Otellót játsza egy este, és akkor
Isten, ilyen megy az előadás, és 140. este van, és akkor kijön a színpadról, szünet van, és bevágja maga után az ajtót az öltözőbe, és ottan csapkod össze-vissza, és valaki ilyen ügyeletes rendező, vagy ügyeletes titkár, vagy barátja, így bekopog hozzá, és azt mondja, Larry, hát mi az Isten van, hát ma ment a legcsodálatosabban, hát akkora sikered van, és olyan jó vagy, hát mi van? És akkor kikiabál az Olivier, és azt mondja, hogy igen, de nem tudom, hogy miért. Szóval nem mindig tudja ám az ember, hogy jó-e, vagy nem jó, hogy mitől jó, vagy mitől nem jó. Annak ilyen csodák ám a színházban, amik lehet, hogy nem is olyan nagy bajok, lehet, hogy nem baj az, ha meg csodák megmaradnak csodának, de vannak olyan esték, amikor pont úgy játszol, pont azt csinálod, amit kértek, mindenki pont úgy játszik, és úgy nem olyan közönség van, vagy nem olyan jó, máskor meg pont úgy játszol, és mindenki pont úgy játszik, és pont ugyanezt csináljuk, és akkor szoktuk azt mondani, átment az Isten a színházban, a plafonon, vagy fölött, vagy alatt, azt nem is tudom. Amikor meg olyan jó valami, hogy az emberek sikítani kezdenek, vastapsban törnek ki, és azt kiabálják, ujjúj, de jó! Nem jössz rá, hogy miért van ez a különbség. Nem mindig lehet rájönni. Hát ebből az utóbbiból kívánok még nagyon sokat, és boldog születésnapot! Jaj, köszönöm. Kern András, köszönjük szépen! Különleges vendégek, baráti beszélgetések, ahol ön is asztaltárs. Abaházi Presszó hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig a Retro Rádióban, ahol minden idők legnagyobb retrós slágerei szólnak.